Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió hírodóját látják. Május 11-e Ferenc napja van. 69 éve aláírták Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét. 158 évvel ezelőtt, 6 év várfogság után amnestiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Egyre több menekült érkezik Magyar Kanizsára. A zöld határon szeretnének az EU-ba jutni. Elhagyta a macedón rendőrség Kumanovót. Szabadkára látogatott Heinz Wilhelm, Németország belgrádi nagykövete. Szabadkán tartott mesterkurzust Péli Barna és Sárik Péter. Egyre több a menekült Magyar Kanizsán és környékén. A tiszaparti település azonban csak átutazó helyként szolgál a javarészt Szíriából érkező migránsoknak. A városban többen hasznot húznak a kialakult helyzetből. A Királyhalom Palicsi és Szabadka menti határszakaszon február közepe óta megerősített határőrszolgálat működik. Ezért a menekültek új útvonalat választottak. Nappal itt Magyar Kanizsán a parkban pihennek, éjszaka pedig nekivágnak a zöld határnak. A szíriai menekültek hétfő kora délután is Magyar Kanizsa központjában töltötték az időt. Volt, aki aludt, többen pedig a fűben ülve várakoztak. Elmondásuk szerint Szíriában katasztrofális a helyzet, ezért menekülnek hazájukból. What is the problem in your country, in Syria? Syria, damar kulla. War, bombs. Syria kulla. Terrorism. Szíria. Bashar Assad. Bashar Assad diktátor. Szíria. Atfál. Atfál. Kullo. Uff. Hezbollah, Irán. Irán, Hezbollah. A migránsok igen szűkszavúak. Elmondásuk szerint Németországba tartanak. Where are you go after? Go Germany. And why? What is the problem in your country? Help me from Syria and Italy. I don't understand the small English. Okay. Thank you. Thank you very much. Goodbye. A helyiek szerint az elmúlt hetekben a menekült áradat egyre csak fokozódik a városban. Arról, amiről eddig sokan csak hallottak, most a saját küszöbüknél tapasztalják meg. Hát ez már több hete, mint most én dátumot nem tudok mondani, hazudnák, mert hát annyira nem jegyzem, de több hete van. És most már mindig többen vannak. Úgyhogy néha 30-40-en is mennek itt, nem lesem én őket, ide ülök, hogyha jó, mert én nagyon 80 éves vagyok, meg beteg vagyok, szívről operált, meg minden, és itt ülök és látom őket. Hát most, hogy miből kosztónak, látom az acskókat, viszik a kezükbe, hát csak bótba vehetnek valamit, se inni, se semmi. A helyiek állítása szerint a taxisok nagy hasznot húznak a menekültekből. Az éleszálltával Borsosáron fuvarozzák el a szíriai migránsokat a szerb-magyar határ közelében fekvő Horgosra. Elhagyták az észak-macedóniai Kumanovót a macedón rendőrség különleges egységei, miután befejeződtek a hétvégi évek óta a legvéresebbnek számító összecsapások egy fegyveres csoport és a macedón hatóságok között, amelyekben 22-en vesztették életüket. A Divóváros rész kitelepített lakosai lassan visszatérnek otthonaikba. A heves harcok miatt az Európai Unió és a NATO is mély aggodalmát fejezte ki, és sokan attól tartottak, hogy a 2001-es eseményekhez hasonló konfliktus alakul ki a térségben. Akkor a macedón fegyveres erők 6 hónapon keresztül csaptak össze a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg az UCK albán fegyveres szervezet gerilláival, akik szélesebb jogköröket követeltek az albán kisebbségnek. A harcoknak a nyugati közvetítéssel tető alá hozott ohridi béke megállapodás vetett véget, amelynek alapján az albánok jogait kibővítették. Bizonyos feszültség azonban azóta is fennmaradt, és időnként továbbra is előfordulnak erőszakos cselekmények.
Szemtanúk szerint hétfőn visszatértek otthonaikba Kumanovo, főként albánok lakta negyedének lakói, akik a szombaton és vasárnap lezajlott harcok elől menekültek el. A 2,1 milliós Macedónia lakosságának többsége ortodox vallású. A muzulmán albán kisebbség a népesség mintegy negyedét teszi ki. Az Iszlám Állam nevű szélsőséges terrorista szervezet terjeszkedésének és a balkáni térség destabilizációjára tett kísérletnek is nevezik szakértők azokat az eseményeket, amelyek a közelmúltban Bosznia-Hercegovinában és Macedóniában történtek. Predrag Cseranić, boszniai biztonsági szakértő, vasárnap a Nezavisne Novine című boszniai napilap beszámolója szerint azt mondta, hogy a macedóniai Kumanovóban történt terrorista akció az Iszlám Állam tevékenységének folytatása, amelynek a közelmúltban az Vorniki rendőrőrs és a Gosincei határőrállomás megtámadásakor lehettünk tanúi. A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy a terrorcselekményeket Macedóniában egy mély belpolitikai válság idején kezdték meg, amikor mindenki az utcai tüntetésekre figyel. A koszovói határnál fekvő Kumanovóban szombat hajnalban tört ki tűzharc rendőrök és fegyveresek között a város két albán negyedében. A lövöldözés egész nap tartott, az összecsapásokban 8 rendőr és 14 támadó meghalt, 37 rendőr és több fegyveres is megsebesült, több mint 30 személyt elfogtak a rendőrök. A sajtó és véleményszabadság nem erkölcsi alapokon kell, hogy szemléljen egyes megnyilvánulásokat, de tisztában kell, hogy legyen bizonyos üzenetek súlyával a társadalom egésze szempontjából. Ezért tovább nem kerülhetőek meg az elmúlt hetekben, hónapokban történt jelenségek, írja a Lenullázott Lehetőség című közleményében Pásztor István. A VMS elnöke hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban az interneten induló látszólag a vajdasági magyar közösség és a társadalom problémáiról szóló akció sorozat a valóságban határozott politikai szándékkal indult. Pásztor István közleményében azt írja, csak látszólag szól a beszéd és a szóhoz jutás lehetőségéről és a nyilvánosságról az elmúlt hónapokat jellemző vajdasági magyar közbeszéd. Az interneten folyó és az elvándorlásról, a kilátástalan egzisztenciális helyzetről szóló sorozatos véleménynyilvánítás a valóságban határozott politikai szándékú akciósorozat. A VMS elnöke szerint mindez annak a forgatókönyvnek az alkalmazása, ami Magyarországon 2012. októbere óta folyik. A VMS politikusai a sokszor méltatlan és alpári viszonyulást a politikai csatározás részeként viselik el. Ugyanakkor az a videó, amelyben a Vajdasági Magyar Szövetséget kiegyenlítették a nácizmussal, túllép minden határt, szögezi le Pásztor István. Ebben a VMS elnöke maga Hitler, elnökségi tagjai pedig náci tisztek. Ez pedig vajdaság alapvető együttélési törekvését gyalázza meg, írja közleményében a VMS elnöke. Szerinte a videó arról szól, miként lehet relativizálni a náci bűnt, ezáltal pedig a holokausztot és minden meghozott civil áldozatot, a vajdasági magyarok és svábok áldozatiságát is beleértve. Pásztor István úgy fogalmazott, ezzel relativizálják az egykori Jugoszlávia áldozatait, Szarajevó halottjait épp úgy, mint a horvátországi frontokon elesett tartalékosok és kiskatonák halálát, miközben önmagukat a lemészárolt párizsi sajtósokkal egyenlítik ki. A VMS elnöke szerint a párt közgyűlése után történtek túlmennek azon a határon, ami a VMS részéről bármi nemű vitát vagy párbeszédet lehetővé tenne, vagyis lenullázták ennek a lehetőségét. A részben álnéven, részben saját névvel és álneveken működő szereplőknek és szellemi mentoraiknak, irányítóiknak és támogatóiknak Pásztor István szerint egyet hátra kellett volna lépniük, ehelyett egymást túllicitálva ünnepelték magukat. A Mohamed karikatúráiról elhíresült párizsi Charlie Hebdo szatirikus lap lemészárolt munkatársaival kiegyenlítve saját magukat. A Vajdasági Magyar Szövetség elnökének közleménye teljes egészében elolvasható a pannonrtv.com oldalon. Közvitán van a büntető törvénykönyv módosításának és kiegészítésének tervezete, amelyet a szerbiai igazságügyi minisztérium állított össze, és amely egyebek mellett új gazdasági bűncselekményeket határoz meg a korrupció ellenes harc erősítése és a piaci viszonyok jobb szabályozása érdekében. Így például a csalást, a sikkasztást és a kenőpénz elfogadását várhatóan a gazdasági bűnözéshez sorolják majd. A problémát az jelenti, hogy a bűncselekmények meghatározása jelenleg
túl általános. Éppen ezért könnyen alakulhat ki korrupció a piacgazdaságban, illetve gyakran károsulhatnak a gazdasági szereplők, a polgárok vagy az állam. Amennyiben elfogadják a tervezetet, akkor a jövőben gazdasági bűncselekménynek számít majd egyebek mellett a képviselettel való visszaélés, a privatizációs folyamat során történő visszaélés, a kenőpénz elfogadása, a kenőpénz kifizetése, valamint a biztosítási csalás is. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége elvesztegetett évként értékeli a szerbiai kormány eddigi tevékenységét, áll a párt szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében. Napról napra beigazolódik az, amit a legelején mondtak, teszik hozzá. Véleményük szerint a kormánynak nincsen meg a kapacitása, tudása az átalakítások végrehajtására. A fokozódó szegénység, elvándorlás, a vajdasági autonómia csökkentése szerintük megköveteli a tényállás felvetését. A VMDK közleménye szerint a kormány a vajdasági magyarság érdekeinek sem tud érvényt szerezni. 15 éves Szerbia és Németország gazdasági együttműködése. Szabadkán Heinz Wilhelm nagykövet a távfűtőművek üzemébe és a ludasi, valamint a palicsi tavakhoz látogatott el. A távfűtőművek tavalyi nagyméretű befektetését a német KfW bank hiteléből fedezték, míg a szennyezett tavak újjáélesztésében német szakemberek is részt vesznek. Szerbia és Németország 15 éves gazdasági együttműködése alkalmából a nyugat-európai ország belgrádi nagykövetsége számos eseményt rendez. Heinz Wilhelm nagykövet és a német nagykövetség gazdasági szakembereit Maglai Jenő, Szabadka polgármestere fogadta. Anlass der heutigen Reise ist, dass wir zusammen uns deutsche Projekte hier in Subotica anschauen. Wir werden dann jetzt diese Toplana zusammen anschauen und dann zum Palitschsee fahren, weil dort die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ein Projekt macht, um den See wieder umweltverträglich zu machen und dann auch als Tourismusattraktion wieder herzustellen. Maglai Jenő szerint üzenetértékű a német nagykövet két héten belüli második látogatása, valamint az, hogy május 13-án nagyszámú német üzletemberrel és vállalkozóval újra visszatér a német nagykövet. Ezek az üzenetek mind pozitívak a város részére, hiszen azt jelenti, hogy az az ország, amely igazából európai szinten gazdaságilag a legerősebb állam, és a legfontosabb döntések tőle függnek, annak az államnak a képviselői Szabadkát fontosnak tartsák, ellátogatnak és próbálnak segíteni Szabadka fejlődésén. A formális jellegű találkozó után a nagykövet és a KfW bank igazgatója a szabadkai távfűtőműveket látogatta meg. A német KfW bank hiteléből fedezte tavaly a közvállalat a hővezeték hálózat 10 kilométeres szakaszának cseréjét. 25 centimeters it disappears. 25 transparency of 25 centimeters is really catastrophic. Közismert tény a palicsi és ludasi tavak vízének algásodása a magas nitrogén és foszfor tartalom miatt, különösen a nyári hónapokban. Michel Roman német vízügyi szakember szerint javulás észlelhető a szennyvíztisztító kiépítése előtti állapothoz viszonyítva. Bemutatták bizonyos részleteit annak a tervnek is, amelynek segítségével tovább csökkentenék a tavakba kerülő tápanyagokat. A hidrológus véleménye az, hogy a tó vize fokozatosan 2-3 év alatt megkezdi a tisztulást, amennyiben meggátolják a szennyvízhálózatból és a környező mezőgazdasági termelésből eredő szennyezést. 15 évvel ezelőtt fogadta el az ENSZ biztonsági tanácsa az 1325-ös számú határozatot. Ez az első olyan határozat, amely külön foglalkozik a háború nőkre gyakorolt hatásaival, valamint a nők közreműködésével a konfliktusok megoldásában és a fenntartható béke megteremtésében. A témában konferenciát szervezett ma a tartományi képviselőház női hálózata. Hteli smo da skrenemo pažnju javnosti u pokrajini na problem, odnosno na sve izazove koji se tiču ove rezolucije, ovog nacionalnog plana,
Takođe, hteli smo da se uključimo kao pokrajina i kao mreža u sprovođenje ovog nacionalnog plana. I ono što je možda najvažnije i kao poruka sa ove današnje konferencije je želili smo da spustimo sprovođenje nacionalnog akcijnog plana na lokal. Jer kao i sve ostalo, sve se dešava na lokalu i hteli smo da uključimo lokal u to. I ovo je jedan od puteva kako ćemo proniknuti do lokala da im prenesemo ono što je nacionalni akcijni plan trebao da uradi, šta je uradio i šta će sledeći nacionalni plan uraditi za 2015-2020. Godinu koji treba da bude donesen. Tárgyalóasztalhoz ült vasárnap az orosz elnök és a német kancellár Moszkvában. Továbbra sincs tűzszünet Ukrajnában, nehezményezte Angela Merkel a Vlagyimir Putyinnal tartott sajtótájékoztatóján, annak ellenére, hogy hivatalosan február végén lépett életbe az orosz barát szakadárok és az ukrán kormányerők közötti a Kelet-Ukrajnában zajló konfliktus rendezését célzó második minszki megállapodás. Szombaton ünnepelték Moszkvában a győzelem napját. A katonai díszszemlén több vezető politikus sem vett részt a kelet-ukrajnai konfliktussal kapcsolatos orosz politika miatt. A német kancellár is vasárnap utazott Oroszországba. Angela Merkel az orosz elnökkel tárgyalt. A német kancellár úgy vélte, hogy súlyos visszaesés tapasztalható Németország és Oroszország együttműködésében a Krím-félsziget nemzetközi jogba ütköző elcsatolása óta. Merkel ezért arra buzdította Putyint, hogy erőteljesebb közvetítőként lépjen fel a kelet-ukrajnai konfliktus rendezése érdekében. Emellett a német kancellár az ukrán válságban érintetteket a minszki megegyezés betartására szólította fel. Az orosz elnök a harcoló felek közötti közvetlen párbeszédet sürgette. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kijevi vezetés alkotmányba ütköző módon buktatta meg Viktor Janukovics ukrán elnök kormányát. Putyin elismerte, hogy az ukrajnai események miatt az orosz-német viszony nem a legjobb időszakát éli, ugyanakkor partnerként és barátként beszélt Németországról. Egy nappal a harmadik birodalom felett az európai hadszíntéren aratott győzelem 70. évfordulója alkalmával rendezett moszkvai ünnepséget követően az orosz elnök megjegyezte, a Szovjetunió a II. Világháborúban nem Németország, hanem a náci rezsim ellen küzdött. Az orosz elnök úgy vélte, maga Németország volt a világháború első áldozata, és emiatt teljesen természetesnek tartja, hogy Merkel Moszkvába utazott és lerótta tiszteletét az áldozatok emléke előtt. A német kancellár Moszkvába érkezése után Putyinnal együtt megkoszorúzta a Vöröstér közelében lévő Sándor kertben az ismeretlen katona sírját. Tornádók, jégeső és hó söpört végig az Amerikai Egyesült Államokon a hétvégén, írja az MTI. Texas környékén egy ember életét vesztette a forgószélben, egy pedig súlyosan megsérült. Itt és Arkansas államban újabb tornádóra lehet számítani. Dél-Dakotában az ítéletidő miatt megrongálódott egy templom és több épület, szünetelt a víz és áramellátás. Colorado déli részét 40 cm-es hó borítja. Idén korán érkezett az amerikai hurrikán szezon, eddig ugyanis június 1-től november 30-áig tartó időszakra volt jellemző, mondták a szakemberek. Svédország legfelsőbb bírósága elutasította hétfőn Julian Assange a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítójának fellebbezését az elfogató parancsal kapcsolatban, amelyet nemi erőszak vádja miatt adtak ki ellene. A 43 éves ausztrál férfi 2012. júniusa óta Ecuador londoni nagykövetségén van, hogy elkerülje kiadatását Svédországnak. Assange tagadja az ellene felhozott vádakat. Szerinte Stockholm csak azért vádolja nemi erőszakkal, hogy kiadhassák őt Washingtonnak, ott ugyanis felelősségre akarják vonni 250 ezer titkos amerikai diplomáciai irat kiszivárogtatása miatt. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Szaktanácskozásokat szerveztek ma az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron. A tehetségpontok szakmai napját tartották Csantavéren. Szaktanácskozásokat tartottak ma az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár harmadik napján. Szó volt a termények biztosításáról, a növényvédőszerek helyes alkalmazásáról, az új aratási törvényről, valamint a szarvasmarhák helyes takarmányozásáról.
Hétfőn is sok látogatója volt a régió legnagyobb agrárrendezvényének. Többen is vásárlási szándékkal érkeztek, a bankok és a cégek kedvező kamatokat kínáltak. Néztünk egy hatócséplő gépet, már 2-3 éve nézegessük, de hát nehezen tudjuk a pénzt összeszedni, de azt mondta a cégvezető, hogy a cég átvállalja a kamat rendezés. Szóval dináros kreditet lehetett volna felvenni, és 3 éves lejáratra. Úgyhogy ez már elég jó feltétel szerintem, aki kicsit is akar, vagy mer vállalkozni. A szakmai tanácskozások keretében egyebek mellett az állattenyésztésről is szóltak. Kitértek a tejtermelő szarvasmarhák takarmányozására, valamint arra is, hogyan hatnak ki a tejhozamra a klimatikus tényezők. Nagyon tipikus hiba, hogy nem isznak elég vizet a tehenek, pedig ez nagyon egyszerű lenne, és a víz a legolcsóbb takarmány, és hát Szerbiában és Vajdaságban is elég meleg van nyáron, tehát ez egy fontos tényező lenne. Nagyon jó földjeik vannak, nagyon jó klimatikus viszonyok vannak ahhoz, hogy nagyon jó takarmányokat csináljanak, és ezen a téren is kellene fejlődni, mert vannak már új fajták, új hibridek, amikkel lehetne próbálkozni. Állattenyésztésünk meghatározó része a sertéságazat. Az unió felé vezető úton különböző követelményeket támasztanak a gazdálkodókkal szemben, így idővel háttérbe szorul a háztáji sertésnevelés. Szükség van az összefogásra, a piacon való közös fellépésre. Ami a kisgazdákat illeti, a háztáit, őszintén integráció nélkül én szerintem nem lesz jövője. Az integrációk ugye azok a 80-as években voltak, de ugye úgy jártak, ahogy jártak, kicsit ettől félnek én szerintem az emberek, de egy újabb típusú integrációt be kellene vezetni, de ez egy szerintem hosszadalmas projekt, hogy úgy mondjam, de csak ez a jövő, én szerintem. A vásáron kedden spanyol napot tartanak, valamint szó lesz a kis és közepes vállalkozók hitelezési lehetőségeiről. Megkezdődött az allergia szezon. A gyomnövények, fűfélék, fafajták, de akár ételek, italok által kiváltott tünetek gyakran összetéveszthetőek a nátha jeleivel. Az allergia immunitás zavar, vagyis a szervezet nem tud tovább védekezni az úgynevezett ellenséges fehérjék ellen. Tünetei miatt gyakran összetéveszthető a náthával. Intenzív orváladékozás, kaparó köhögés, szemviszket is jelentkezik. A tavaszi szezon a magyarófélék virágzásával kezdődik. Uvek početkom júna otprilike. Radila sam allergo test, navodno na polen sa drveća. Sad to je dosta širok pojam. A gyerekeket sem kíméli az allergia. Az óvónők már az óvodában szembesülnek vele. Folyik az orruk, van akinek a szeme ilyen konjunktivitis-szerűség, de nem az, és ilyen, hogy is mondják azt, hát általában olyasmi, mint ilyen megfázásszerűség, meg esetleg a légző szerveknél is van ilyen probléma. Az allergia szezon szinte egész évben tart. Február végétől, amikor már megjelennek az első gyomnövények, egészen decemberig, amíg be nem áll a fagy. A legjobb a természetes védekezés, vagyis ha kerüljük azokat a helyeket, ahol a pollenekkel érintkezünk, de gyógyszerekkel is csökkenthetjük a tüneteket. Ennek az orvosága egyelőre rendkívül egyszerű, de nem lehet kigyógyítani. Valakinél hatékony, valakinél nem. Különböző antihisztaminikus orvosság csoport van, ami kisebb-nagyobb eséllyel, de ezeket a tüneteket mégis azért csökkenti. Akik rendszeresen allergiások, állandó gyógyszeres kezelés alatt kell, hogy álljanak. A kezelést legalább egy héttel a szezon kezdete előtt meg kell kezdeni. A tavaszi szezon csúcsidőszakában egyszerre akár 15 különböző fafaj virágpora is jelen lehet a levegőben. Nyílt zeneórát tartott hétfőn Péli Barna énektanár és Sárik Péter jazzzongorista. A magyarországi előadó művészek nem először jártak a Szabadkai Zeneiskolában. Minden alkalommal örömmel jönnek a városba. A fiatal tehetségek ugyanis még őket is meg tudják lepni. Péli Barna egy igazán sokrétű előadó művész, aki 1997-ben a United Front embereként alapozta meg karrierjét.
azóta létrehozta a Be The First Hard Blues formációt, amelynek tagjaként azokat a szövegeit építi a produkcióiba, amelyek a United stílusába már nem férnek bele. A Sárik Péter Jazz Trióval is gyakran zenél, emellett a Kodolányi János Főiskola művészeti tanszékének tanára. Nem először tart nyílt zeneórát a Szabadkai Zeneiskolában. Minden alkalommal örömmel jön a városba, mert ahogy mondja, mindig magával ragadja a fiatalok örömzenélése. Szerintem a legfontosabb dolog egy kreatív művész életében, hogy legyenek olyan pillanatok, amikor benne van abban a másodpercben, ami máshol már nem történhet meg. És szerintem én minden olyan megjelenéssel, meg minden olyan dallal, minden is hanggal, amit lejátszok, én ezt próbálom megélni. És hogyha ez tetszik valakinek, akkor én nagyon örülök, ha meg nem, akkor nem. Szerintem mindig van hova, és ezért érdemes mindenhova elmenni, mert azt a pillanatot más nem adja meg. A zenében vannak olyan alapszabályok, amelyeket minden művésznek vagy leendő előadónak ismernie kell. Akkor válik azonban valaki igazán jó zenésszé, ha ezeket a határokat átugorva és minőségi szerzeményekkel tudja szórakoztatni a közönséget. Véli Sárik Péter jazz zongora művész. A jazzen belül nincs kiemelten kedvenc korszaka, ezért a fellépéseit sem tervezi meg előre. A közönség hangulatától is függ, hogy egy koncerten egy ismert standard, egy United ballada jazz feldolgozása, vagy egy funky kerül a repertoárra. Az érzelmeink után megyünk, tehát a zene az érzelmek kifejezésére szolgál. Nyilván most itt a kurzuson szakmáról beszélgettünk, hangokról, ritmusokról, metronomról, stb. De igazából a zene az mindig azért születik, mert az emberben van valami olyan érzés, amit ki szeretne fejezni, amit át akar adni, mert nem bírja olyan sok, és akkor leül a hangszerezés játszik. És tulajdonképpen innentől nincs kategória, mert nyilván hatottak ránk emberek, de most már a saját örömünkre, a saját zenénket játsszuk. A zenészek szerint rengeteg tehetséges ifjú zenész van Szabadkán, akiknek van ugyan még hová fejlődniük, de jó úton haladnak. Elmondták, bármikor szívesen jönnek, hogy tanácsaikkal, építő hozzászólásaikkal segítsék a zeneiskola tanulóit. Pili Barna egyébként elmondta, hogy a United, illetve a Be The First formációval is szeretne fellépni a városban. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok címmel szervezték meg a Tehetségpontok szakmai napját Csontavéren. A diákok nemezeléssel, néptánccal és népdaléneklésssel töltötték a napot. Fergeteges volt a hangulat hétfőn a Csantavéri Hunyadi János általános iskolában, a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács felkérésére ugyanis műhelymunkát tartottak a diákok számára. Bácskertesi és szabadkai gyerekek szintén részt vettek a foglalkozásokon, amelyek három csoportban zajlottak. A nemezelést, a néptáncot és a népdaléneklést lehetett kipróbálni. A rendhagyó énekórát Bakos Árpád énektanár zenész tartotta. A diákok közül többen már régóta foglalkoznak énekléssel, a néptánc próbák során szerették meg a népdalokat. Elég sűrűn szoktam énekelni a tanárúrral, és néptáncon is ugyanúgy. A nemezelést Lévai Szofia vezette. Itt is volt olyan, aki már rutinosan nyúlt a gyapjúhoz. Csináltam egy napot, most pedig egy csillagot csinálok. A diákokat Brezovski Roland és Brezovski Tamara táncoltatta meg. Brezovski Roland, a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület vezetője elmondta, ma már nem csak az a lényeg, hogy a gyerek tartozom valamilyen közösséghez, hanem az is, hogy ott igazi tudást kapjon. Hogy most egy picit magasabb színvonalra került az oktatás, ezáltal a szülők jobban megválogatják, hogy hova viszik a gyermekeiket. Már nem csak az fontos, hogy valahova tartozom, hanem ott milyen minőséget is adnak. A tehetségsegítő napon minden Tehetségpont közössége 16 diákkal és két felkészítő tanárral vett részt. Sikeresen szerepeltek a szabadkai falmászók a 7. Kecskeméti Boulder Kupán május 9-én. A három versenyző 5 éremmel tért haza. Bognár Nóra aranykupát és ezüstérmet szerzett. Dario Pégy Gavren 2 ezüstérem mellett gazdagabb. Csizmadia Dániel pedig a gyorsasági versenyen bronzérmet kapott. A magyarországi versenyen arról is szó esett, hogy hamarosan együttműködési szerződést ír alá a két ország sportfalmászó szövetségének vezetősége egy sportoktatási hálózat kiépítéséről.
Létre kívánják hozni a regionális sportmászóligát, valamint számos közös projekt megvalósítását tervezik, egyebek mellett képzések és edzőtáborok megtartását. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Egyre több menekült érkezik Magyar Kanizsára, a zöld határon szeretnének az EU-ba jutni. Elhagyta a macedón rendőrség Kumanovót. Szabadkára látogatott Heinz Wilhelm, Németország belgrádi nagykövete. Szabadkán tartott mesterkurzust Péli Barna és Sárik Péter. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a panonrtv.com-ra, ahol bejátszásainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Hamarosan kezdődik hírháttérműsorunk a közügyek Fehér Mártával. 20 órakor pedig újra híradóval várjuk Önöket, viszontlátásra!